Üdvözlök mindenkit ez itt a Futbankárcon. A mai videóban pedig minden csomagból egyet fogunk játszani. Panini FIFA 365 bontás, lesz egy premium pakunk speciál Editions, lesz egy sima csomagunk. Ugye vannak ilyen promo pakok, amiben csak Dominator típusú van. Ugyanígy néz ki, hogy azt, azt nem nézzük, azt iskolákba edzéseken szokták osztogatni. Szóval, van a prémium, van a sima és a fő attrakció az pedig egy prémium gold csomag, ezzel az igen drága csomaga, hiszen érdekes, hogy egy darab pak van benne, persze jó pár kártya még egy prémiummal benne, de hogy annyira védeni kellett, hogy becsomagolták még külön ilyen fóliába, nem olcsó, viszont vannak benne jó limitedek, 3000 forint kerekítve, úgyhogy érdekes, remélem, hogy sikerül valami jót nyitni ezek közül, ez már egy egészen pozitívnak tűnik, főleg a prémium az már elég durvát a gold az meg tényleg a sztár. Na, nézzük is, bontsuk ki mindet, lássuk, sikerül-e valami jót nyitni. Így a széria vége felé, most már nagyon várjuk az update -et. Van itt nekünk egy Boca Juniors-os Abila, majd utána egy Pavard. Divaria, három csillogósos pak volt, az figyeljétek, az nem gyenge, Cristiano Ronaldo, Emre Can és egy Dagba. Úgyhogy ez, ez egészen pozitív. Na, jól indul. Jöhet a prémium csomag. Nézzük meg azt is, ott ugye már lesz limited. Meg garantálva van rengeteg különleges, nem csak ilyen random szerencse alapján dől el. Úgy, lesük meg. PSG-s, egyenlőre, De Jong, ez is csak teammate -ek. Wonderkid, majd utána David De Gea, nagyon szép Premium Limited Edition lap. Müller, Thomas Müller, BVB, Dortmund logó, Polpokba, Fence, majd utána megint Timmétek, Sáke Schalke, Atletico, illetve egy Laporta City-ből. Úgyhogy nézzük is, három timmét a végén. 3 hát ez is annak minősül, hiába van, de azért annyira nem nagy az értéke, úgyhogy 6. És ezek voltak a különlegesek. Végül is nem rossz, főleg a limited miatt, ugye. Ez így a prémium pak volt. Na, de nézzük meg a fő attrakciót. Ez pedig a prémium gold csomag. Bontsuk ki. És szedjük le róla, mert papíra van ráragasztva. a mindenit. Na, ezt jól leszettem. Má ott is a kártya. Mindegy, a kártyát nem húzta magával. Jó, rárakták. Bontogassuk ki. Jó nagy pakk egyébként. Nagyobb, mint a többi. Hiszen még egy csomagot bele kell rejteni. És akkor ott vannak. 350 coinos kártya. Az a nem gyenge. Trent Alexander Arnold. Neymar és egy Kimi. Nagyon szépek. Jöhetnek ide. Jöjjön is az úcsó csomag, tehát még egy prémium van a goldba. Micsoda trükk. Na, ez nem nyílik így. Hovatosan. hogy Van itt nekünk egy sákés, Kabak, Trent Alexander Arnold, Sánchez, és ez pedig egy Jadon Sancho Borussia Dortmund Premium Limited, de innen ismeritek meg a prémium kiírás, mert hogy színes, nagyon színes, tök jól néz ki. Majd utána, azt ide rakjuk, ott van egy Dominator típusú titánlap, bocsánat, titánlap, Caceres, Van Dijk, illetve egy Dos Santos, Marin, Martin, bocsánat, és egy Vinas típusú klub, amerikás trió, tehát három különleges, ezek meg megint csak sajnos tímétek, úgyhogy itt annyi a pozitíva, prémium mellett, a Premium Limited mellett, hogy fixen van három különleges és rengeteg témét Úgyhogy így nézünk ki, minden pakból bontottunk egyet, hiszen ilyen fatpack, ilyen jó vastag 20 kártyás fatpack, nincsen a FIFA 365-ből, az most itt kimaradt, tehát ez a három csomag volt, amit közül tudtok úgymond választani, úgyhogy megyek, ezeket be is rakom az albumba, ami hiányzik még, már jó vastag, elég durva, úgyhogy lassan le is zárhatjuk, hiszen dübörög az ajtón az Update Edition. Ha érdekelnek információk, nézzétek már a beszélgetős videót, legközelebb pedig találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!